Újra üdvözlök mindenkit! Egy olyan témával jöttünk elő, és gyorsan be is mutatnám. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy újra egy barátommal beszélgethetek, Szentes Róberttel. Én ugye Lehoczky Péter vagyok. Az üzlet, a magánvállalkozás, mint az új földön, ahogy a Robi, te szoktad mondani, leendő utat kijelölve. Kérlek, segíts abban nekünk, akik hallgatunk téged már, most már azt hiszem több mint egy éve, nem csak követünk, hanem én ugye mentoráltad is vagyok, nagyon sokat is profitáltam ebből, egyébként az üzleti magán vállalkozói szinteremen is, tehát ezt is utólag is köszönöm, de segítsünk azoknak, akik ebben az út elején vannak, vagy éppen közben, vagy éppen most vannak ott, hogy a te videóidon, kurzusaidon, akár a expert coachban tanultak mellett nyitnának e felé. Min kell átmennie szerinted a mai életben azoknak, akik nyitnának a magán vállalkozás felé? Szia, Péter! A magánvállalkozás az egy nagyon érdekes, érzelmi töltéssel bíró valami, mert ugye a Matrixi világban miről szólt egy magánvállalkozás? Csinálj valamit, el tudsz adni, és pénzt keresel belőle, és akkor jól élsz, és akkor nyugdíj, és tehát ez volt igazán itt a domináns energia. Most voltak olyan magánvállalkozások, akik a szívüket adták, tehát tényleg megosztották magukat, és ez az új föld energiája. És azért mondom, hogy az új földön az energia arról fog szólni, hogy nem lesz az a szó, hogy kell vagy muszáj. Nagyon jó. Az a szó lesz, hogy lehetséges, és én ezt szeretném. És ez egy olyan érdekes az érmét, ha átbillentjük a másik oldalra, hogy amikor muszáj van, akkor mi nem vagyunk erőnkben. Amikor muszájból csinálunk valamit, akkor nem szívből adjuk, amit nem szívből adunk, azt előbb-utóbb hiányi teremtéshez, vagy hiány gondolkodáshoz vezet, ami le fogja rombolni pont azt, amit mi próbálunk teremteni. Ez nagyon sok síkon megjelenik. Az új földön nem lesz ez az anyagi nyomás, ez a gázszámla, vízszámla, ez a görcsös, mindenkinek lesz pénz. De ez csak akkor történik, mert az ember tényleg a belső elmei struktúráját úgy kivasalja, hogy ezek az ősi ráncok már ne mintaként domináljanak bennünk. És ez azt jelenti, hogy mindegyikünk, te, én és mindegyikünk rendelkezik egy egyedi életkóddal. Ez a kód, ez egy nagyon jó szó. Olyan, mint a vonalkód, vagy olyan, mint egy digitális kód, olyan, mint egy életkód, ami nincs más belőled, az univerzum nincs. Egy Lehoczky Péter van, és ez a Lehoczky Péter, ez eszméletlenül rá van hangolva egy és egy frekvenciára, ami a te szívedben, a te elmei traumaoldásaid után lesz nyilvánvaló. Akkor lesz evidens. Ennek persze ez nem egy egylépéses folyamat, hanem egy kemény, egy önmunka után terül valami fel. Ez lesz a cél. Fedezd fel ezt a finom kódot magadon belül. Ki vagy te, és ebben az univerzális, csodálatos világban te hol tudsz úgy megjelenni, hogy a te saját kódod szerint az értéket tudja teremteni. Muszáj nélkül, szükségesség nélkül, nyomás nélkül, hanem csak megjelensz, és adod magad, és teremtesz. Az ego világában, hogy te is tudod, mert tudod, az most már majdnem egy éve tud így ismerik egymást, és tudod, hogy a kurzusokban, meg mentoráltalak is, és te is mentorálsz, és stb. Hogy ez a muszáj érzés, ez benne van a kapcsolatokban. Azért vagyok ezzel az illetővel, mert neki van pénze. Azért vagyok, mert mindig valami. Tehát valamilyen ez az elvevés másikat valamilyen szinten ilyen manipuláló, kihasználó energiák domináltak. Na most a legtöbb ember ezt nem látja, viszont egyre inkább kezdi látni, hogy a kapcsolatokban ezek a manipulációs minták, a túlélési stratégiák, most beszélünk a magánvállalkozásról, az emberek
Azért jártak be a munkahelyre, mert nem volt meg az elmei gondolkodásmódjuk arra, hogy magánvállalkozók legyenek. Még azok is, akik magánvállalkozást kezdtek, azok is érzik, hogy azért az sem egy piskóta, valami olyan elakadások, olyan érzelmi ellenállások töltetek el jár, és az új világ arra szól, hogy nem leszek én senkinek a rabszolgája. Most ezt nem bántásképp mondom, hanem egy új gondolkodásmód. Én nem fogom az időmet egy fizetésért becserélni, hanem inkább vállalok egy kis rizikót. A bátorságomat felturbózom, és elkezdem adni magamot. Ez nem egy kispályás valami. És azért kell az önmunka, hogy a magánvállalkozásban, aki már benne van, vagy aki oda szeretne áttérni, egy teljesen más tudatalatti struktúra szükséges, mint ami egy állás vagy egy multi világban létezik. És akkor, ha gondolod, akkor kitérhetünk egy-két specifikus ágára ennek a Jó, témának. én azt akartam ide tűzni, csak hogy picit a szavakon, nem lovagolva, de kicsit kiértékelve, hogy ugye az, hogy magán, ugye benne van a mag szó, tehát mindenféleképpen egyet jelent velem. Ugye azt jelenti, hogy önazonosnak kell lennem. Azt, hogy vállalom azért a felelősséget, amit én elindítok magamból, és utána pedig szívből, ahogy te mondod, úgymond kiteszem a portékámat. Hát én azt gondolom, hogy rengeteget lehet ebből a magánvállalkozás című frekvenciából kiszedni, hogy ez az ember csak kimondja, és azt mondja, hogy magánvállalkozó vagyok. Tehát ha ez megérint, akkor én azt gondolom, hogy egyből legalábbis, ha én kimondom, egyből a szívemet érinti meg, tehát nem, tehát csak és kizárólag az egyenes utat tudom ebből leszűrni. Tudom, én azt gondolom, vagy merem azt mondani, hogy rajtad keresztül rengeteget dolgoztam magamon, és ez lehet, hogy emiatt is könnyebben jön, de abban segítsünk, hogy ezt megérni az embereknek, amikor tényleg benne van, vagy éppen elakad. Mert nyilván, ahogy mondtad, már sokan benne vannak, és tényleg nap mint nap az a céljuk, hogy szívből adjanak, de valami elakadás van. Hogyan tudunk nekik utat mutatni? Az emberi elmében a programok, a többsége az nem értünk szól. De majd úgy vagyok programozva, hogy esélyünk ne legyen a sikerre. Ez nem baj, mert ha fel tudod oldani ezeket a programokat, utána meg immunis leszel erre a sok belső konfliktusra, és minden esélyed meg lesz adva. Amit nagyon kell tudni az embereknek, hogy az elmében vannak olyan önszabotáló programok, amik lehet, hogy hallottak, de hallani valamiről nem ugyanaz, mint feloldani. És a Ez így. feloldás is egy profi, egy több ezer, akár több tízezer lépés sorozatból is állhat. Az lesz csak sikeres az új földön, mint magánvállalkozó, aki elengedi a kapzsi és az önző árnyait. Ez az elmúlt jó pár év, 2020 óta, tudod, benne volt ez a hatalmas káosz, amit ugye a csillagmagok tettek be, meg a pléiadiek, hogy gyorsítsuk fel egy kicsit, tegyük láthatóvá, hogy mi is folyik itt ezen a földön. És az a lényeg, hogy nagyon sok csúnya program, nagyon sok rút program a felszínre jött, ami az emberek elméjében van, de a legfőbb dolog itt, mivel magánvállalkozókról beszélünk, hogy ezeket a kapzsi, tartom a markom, de nem adom magam, mást adok, ezek az önző programok, ezeket abszolút semlegesíteni kell. Minden programra, minden részünkre szükség van, tehát ezt nem dobjuk el magunktól, mert mindenek van egy maga ajándéka, de a 3D-s Matrixban igazán mi volt a legfőbb cél? Nem mindenkinek, de a legtöbb embernek, a többségnek, hogy pénzt keresem. Pénz kell, házat veszek, kocsit veszek, ebben semmi rossz nincs. Az van, hogy a pénz volt a fókusz, nem a tudatosság. A pénz az egy végeredménye a magasabb tudatosságunknak. Így van. És
nem is annyi minden történik velem, már tudok próbálok ilyen gyakorlati példákat is megosztani, de hogy olyan rossz a pénzzel való viszonya az embereknek, hogy szinte elutasítják az áramlást, ezt ők nem tudják. Mert a felszínen erről beszélni teljesen más, mint belül ennek a tulajdonosával lenni. Az a lényeg, hogy ezeket az árnyakat, ezeket a hiedelmeket, ezeket a másokat kihasználni, másokat kirabolni, ez egy nagyon durva kifejezés, mindenkiben ott van. Ez a torna. Energiárnyakban. Ez a Ez a torna. tolvaj, ez a széttörésnek az egyik árnya. Hogy tudod, ezért is, amit a mély állam csinált nagyon okosan, hogy a Robin Hood karaktert dicsőítette és üdvözölt, hogy ó, hát milyen jó fém, mert ő lop. Aha, magadat fogod meglopni, ez a zenéken keresztül, tehát hiánygondolkodást teremtett az ember azáltal, hogy támadta a gazdagságot, azáltal, hogy dicsőítette a tolvajokat, azáltal, hogy ő maga is manipulatívan csak el akar venni a másiktól. Ez egy nagyon más világ, ami most jön. Számomra ez fantasztikus, mert ugye ezt tanultam, meg ezt készülök, és ezt tanítom, hogy ne a másiktól várjunk el pénzt, meg eredményeket, hanem magunkat úgy tegyük a forrással összhangba, hogy a forrás, a teremtés, az univerzum, az Isten lehessen a forrásunk, azaz az ellátásunk forrása. Amikor az ember ezt tudja, akkor másképp ad. Én is rengeteget adok az embereknek. Ingyen. Ingyen. Ezt tudom bizonyítani. Ingyen. Na most a legtöbb erre képtelen. És nem azért, mert nem akar, hanem már annyira sokszor belefutott ebbe a téglafalba, hogy oké, nem bánok adni, de a múltkor is, mikor adtam, akkor kihasználtak és elrohantak vele. Ezért kell ezt a rengeteg traumát oldani. Ezért kell ezt a rengeteg árnyat oldani, Robin Hoodot, mert mind igazán az az érdekes az ego világában, ami az emberek elmébe uralkodott, hogy ünnepeltük a hülyeséget, és lehurrogtuk a jót. Tehát, és ez most az embereknek fájdalmasan, vagy nem is tudom hogyan, ez egyre evidensebbé kezd válni. És ez azért jó, mert ha valamiről tudunk, akkor tudjuk korrigálni. Ha valamiről nem tudunk, akkor az ural minket. És én is, hogy adok. Adni tudni kell, én magamat adom. Én vagyok, aki vagyok, stb. Nem is akarok erre most kitérni, mert az emberek szeretnek elveszni Persze. ilyen kitérő beszélgetésekbe, hogy mindenki fejlődik, meg kit érdekel. Persze, ez evidens. Én adom magam. Nekem van egy életcélom, nekem van egy ígéretem, nekem van egy misszió. Én azt szerint létezem. Amikor mi ezt bevállaltuk, minket támogatnak, fentről, a forrás, anyagilag, érzelmileg, tudásilag, minden. Tehát én nem is gondolkodom azon, hogy mit fogok mondani a holnapi előadáson, mert tudom. Én adok, viszont itt a kulcs. Semmi elvárásom nincs. Na, ezt se könnyű csinálni. Ahogy tanítottad, szívből adni és bűntudat nélkül elfogadni. Igen. Ez Igen. teljesen megállja a helyét. Így van. És ez a széttörés, ez lesz a végeredmény, miután feloldjuk a széttörés traumáját. Csak ahogy Így van. említettem, az egy eszmetlen, precíz és nagyon, nagyon utálatos, életveszélyes trauma, hogyha belenyúlunk előzetes felkészülések és profi mentorság nélkül. Na most, magánvállalkozás az új földön. Nem lesz versengés. Nem lesz az, hogy Lehocki Péternek a biznisze valakire veszélyt jelent. Egy másik biznisze. Nem lesz ipari kémkedés. Ezek mind rossz árnyi gondolatok. Nem kell hiénáskodni, hogy megnézzük, hogy a másik hogy csinálja. Oda megyünk, őszintén, emberi, azt mondja, Péter, annyira tetszik, hogy csinálsz. Van, Csinálni. jöjjön, mutasd meg, kérek, hogy csinálod. Ez engem érdekel. Igen, tehát akkor az lesz ezek szerint, hogy az lesz a kérdés, nem az, hogy hogyan vegyem el, hanem hogyan csináljam úgy, ahogy te. Tehát, hogy mégiscsak előrelépés, nem pedig hátráltatás, gáncsoskodás, lopás, másolás, Így van. de rosszul, ugye? Mert az szokott lenni, hogy rosszul van másolva, tehát nem tudja teljesen, Így van. mint hogy pontosan tudjuk, hogy a te kurzusodat is próbálták volna, de nem értik, Nem hogy ez értik. tőled van olyan, ez nem lehet másolni. Így Ennyire van. egyszerű. Oké, okay? Ez az És egyediség, így van? téged se lehet másolni.
Tehát neked is megvan ez az Isten ajándékod, és ez nem intelligencia kérdése, ez a teremtőnek egy eszméletlen profi terve, hogy te része vagy az egységnek, a közösségnek. Te ebben a részben, mint egy fogaskerék tudod tökéletesen szolgálni a mindenséget, ha ezt te bevállalod, mert ez bátorság kell, végtelenül és bőségesen támogatva vagy. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Ha te bevállalod önmagad, elengeded ezt a sok rossz mintát, a manipulációt, a gönzőséget, a kapzsiságot, a versengést, stb., az élet, az univerzum elkezd támogatni téged olyan szinten, hogy nem is tudod, hogy ilyen bőség és ilyen egyszerűség egyszerre létezhet. Igen, és én azt írtam föl magamnak, hogy magad vállalt be egy egész életre. Hát, hogy ott van bennünk minden, és valóban, ahogy tanítod, hogy igen, át kell menni minden egyes olyan dolgon, aminek a legeslegalján. Tehát, ahogy te szoktad mondani, a fény lefele van, nem fölfele, ezért át kell menni az összes traumáinkon, tehát trauma, és ott van alatta az életcél. De ahogy mondtad, hogy sokan a kényelmességet, ugye ezt a, mind az érzelmi tunyaságot, és mind pedig a munkaterületén való kényelmességet fogadta el, és hát kimondhatjuk, mert azért nagyon sokan vannak, de mi vagyunk is a multik világában, tehát erre azért megvan a megoldás, hogy hogyan lehet elszívkázni az embereknek ezt, vagy hogyan lehet kihasználni ezt a kényelmességet. Figyelj, adok egy kis fizetést, ami pont arra lesz elég, hogy megvedd magadnak ezt, azt, amazt, tehát ez a kényelmes rabszolgatartás, de te gondoskodj magadról, ne én. A kényelmességből bejöttek az emberek a földekről, nem akartak már ott semmit sem, meg kemény volt, tehát munka, ugye bejön az, hogy dolgozni magán, önmagát fejleszteni, vagy gyorsan elmentek, ahogy te mondtad, intellektuálisan kigyúrni magukat, mert akkor azzal biztos, hogy többre lehet menni, és ott tartunk, hogy szétesik. És ezt látjuk. Látjuk Igen. Amerikában, mert te ott élsz, látjuk Magyarországon, mert én itt élek, szét fog esni. És itt lesz a segítségnyújtási lehetőség, amit próbálunk felvázolni, azaz te felvázolni, és hogyan tovább. Így van. Nagyon érdekes dolgok folynak a világban. Tehát most már ezt 2011 óta tudom, hogy mi fog történni, mert azért tudom, mi mentoring, azért szépen felvázolták nekünk, hogy most ez jön, készülj fel, preparáld magad mentálisan, és utána segíts azoknak, akik hallanak. Így És hallom. csináltak ezeket a smart cities, ezeket az okos városokat, okos telefon, okos autó, okos város, és megadták tényleg azt a inspiráló így hátteret, hogy ebben a városban van orvosi állás, nővérállás, mérnöki állás, te is egy mérnök vagy, én is egy mérnök voltam. Itt közel van a bolt, itt közel van a munkahely, itt egybe van minden, tehát a te napi tevékenységed mellett itt nem kell órákat utazni, meg gürizni a földeken, meg a nap, tudod, ezért napszúrás kapni, hanem itt igazán megvan egy olyan élet, amit tudod, ami neked jó. És valamilyen szinten ebben nem volt semmi, hogy mondjam, hamis, mert tényleg jó volt, könnyebb volt. Egyet viszont nem tudtunk, hogy a mi humanitásunk, a mi teremtői kreativitásunk Az masszív, azt ez masszív. leposztították. És tehát kicsi lecseréltük a jólétet egy olyan dologra, amit próbáltak minket tudattalanul megfosztani, ez a kreativitásunk, ez a önellátásunk, ez a magunkban felfedezett erőt adásunk. És nagyon szépen, metodikusan, tehát eszméletlen finoman, egy tized százalék minden évben. Ott csak egyre hangosabb lett, és nem is vettük észre, hogy a hangerő, mert tudod, már dübörög a Nem is ház. hallom semmit, így van. És most jött el az a pont, hogy felforrt a béka. A vízben a béka leves Ki elkészült. akar ugorni a levesből, így van. Most már nem fog kiugrani. Viszont, ha ezt tudod, akkor ebből kétféle reakció jön. Az egyik, hogy ez a sok rohadt francos, tudod, rázok az öklünket, vagy azt mondja, hogy oké, milyen érdekes. Belementem a csávába, nem volt rossz minden aspektusa, viszont az én mentalitásommal ki tudok szállni, és egyszer és mindenkorra megszüntetem ezt a rabszolgatartó, antihumán, anticsalád, tudod, ezt az antikreativitási világot, ez volt az ego világ.
Ja, nagyon Nincs. fontos dolgot tegyünk hozzá, bocsánat, csak már annyiszor itt van a nyelvem hegyén, a szabadság érzése. Tehát, hogy amit mindig mondasz, hogy itt a szabadságot kell tudni megkapnia, vagy erre ráérezni az embernek, hogy újra, mind mentálisan, mind mindenben a szabadság felé való Igen. törekvés. Csak akkor itt van egy érdekes plusz program az emberi elmében, hogy az ember felelőtlenségre van drótozva. Ez Ezt így ők nem van. tudják. És a szabadság felelőssége jár. És akkor úgy működünk, milyen szabrutinok, hogy az felelőssége jár. Akkor. Nekem ez a szabrutin most azt mondja, hogy nem akarok felelősséget vállalni, lemondok a Maradok itt. szabadságomról, mert akkor ezt a szabrutint, vagy ezt szerint tudok élni. Most ez annyira egyszerűen hangzik, és annyira nem így működik, tehát annyira egyszerű, de mégis annyira komplex. Tehát Így az van. ember lemond az erejéről, lemond a szabadságáról, és miért? Mert ő azt hiszi, hogy ez a multi, ez az állás, ez a világ, hogy ez a biztonságát megadja, és nem adja meg. Minden túlélésről szólt, minden arról szólt, hogy leredukáljuk magunkat, próbáljunk minél kisebb örvényt, vagy tudod, ne rázzuk, ne villegtessük a hajót, minél kisebb zajt teremteni, és akkor a kicsi én szépen beérkezik a nyugdíjas korba, és akkor tudod, susmogunk tovább. Nem. Az ember az a legerősebb lény az univerzumban. Ez a susmogás, ez az túlélési, mert, vagy hogy mondjam, energiákba létezésnek menni kell. Mert megmondom miért. Ezt te hallottad tőlem, csak tudod, jó többször kimondani dolgokat különféle megfogalmazásokban, mert akkor gyullad fel az a lámpa, hogy akinek túlélési félelmei vannak, aki a túlélésre fókuszál, az megbízhatatlan. Ó, Megbízhatatlan. Előbb-utóbb az kitaknyol. Azt mondja, hogy jaj, nem bírom, félek. És persze értem, hogy félek, azért kell az elmét kitakarítani, hogy ne féljék. Nincs semmi félelmetes abban, amit te akarsz, a félelmeid az elmében vannak, most ezt nagyon kevesen értik. És az a lényeg, hogy azért vagyunk itt most, ebben az erőtlen, cirkuszos, furinka világban, mert az erőnket átadtuk másnak. Így, pontosan. Erőnket átadtuk a tanároknak, politikusoknak, orvosoknak, és nem tudtuk, hogy mit tesszük magunkat beteggé, és akkor mi tudjuk magunkat meggyógyítani. Mi tudunk teremteni, nem a multik. Most azt történik, Péter, és látom, hogy ott van egy kérdés a nyelvet hegyén, egy pillanatot kérek, hogy most a bolygók állásában is, ez így van, meg a nagykönyvben is így van, amit mi írtunk, azt mondtad többször, hogy most a multikból rengeteg ember ki fog lépni. Ez a szabadságvágy, ez a rabszolga mentalitás, ez is az elmében egy programsorozat, nem fér bele. Az ember elkezd majd buksiból, meg ego feelingből átmenni a szívébe, és azt mondani, hogy nem akarok gép lenni. Mókuskereket se szeretnem. Én sokszor mondom, hogy nekem természet kell, egy jó pár kedves háziállat, egy pár kedves barát. Teremteni szeretnék, alkotni. És ezt nagyon okosan lerombolták, ezt az alkotó énünket. És ez most mind kezd a felszínre jönni, csak ezek félelemmel járnak. Az emberek ki fognak lépni, a legtöbbi a multikból. Most akkor az a lényeg, hogy neked, nekem és az emelkedőknek, így a vezetőknek egy átadni a szükséges tudást ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Ha valaki nem tud valamit megteremteni, akkor nem lesz boldog. Ha valakinek, amit odaadunk erőfeszítés nélkül, akkor se lesz boldog. Tehát be kell vállalni egy icipici kis szorítást. És azt mondja, hogy ez van benned, ez vagy te, bontsd le a sok trauma struktúrádat, meg a konfliktusodat, és teremtsd meg a szíved vágyát. Ez valamilyen szinten csodálatos, de tudod, ide Meg oda kell kell. tudni jutni. A másik, hogy beszéltem, tudod, hogy a trauma struktúrák, az egyik legutálatosabb traumák az a veszteségi traumák. Annyi mindent elveszítettünk már. Lehet ez egyszerűen csak a méltóságunkat. Elveszítettük a háborút, elveszítettük a csatát, elveszítettük a családunkat múlt életekben, elveszítettünk egy háziállatot, és elveszítettük a világgal való kapcsolatunkat. És ez szó szerint olyan szeparációkhoz vezetett,
hogy az embernek fáj már csak meg gondolni is rá. És ezt azért mondom, mert ahogy az emberek most a multi világára kezdenek egy inkább nemet mondani, ez is egy veszteség érzéssel fog járni. Elveszítem a biztonságomat. Ez a biztonság, ez egy giotin, ezt most már te tudod, de az ember mindig bement a halál csapdába, mert nem tudott másképp gondolkodni, és most az emberiség felébred, és azt mondja, hogy ez tényleg egy giotin. Miért teszem én bele a nyakam nap mint nap ebbe a szerkezetbe, és szinte várom, hogy leessen a peng, vagy ez az éles valami? Nem. Én értékelem magam többre, és ez hiányzott. Az emberek nem értékelték magukat. Tehát erre is fel kell készülni, hogy ez a feltételezett, látszólag olyan fényes biztonságérzés, ez egy időre el fog múlni. Ezt el kell engedni. És bevállalni a szívünket, amikor a szív tényleg be van vállalva, garantáltan az univerzum támogatni fog minket. Tudod, mi az érdekes? Itt, ebben a multis világban nem támogat minket annyira az univerzum. Itt nincs szív, itt nincs önátadás, itt nincs teremtés, itt rabszolgaságban, szolgaságban és keserűség. Tudom, hogy van több energiás jelen, csak próbálok egy kicsit úgy felállítani a kontrasztot, hogy aki tényleg ezen az átbillenési ponton van, hogy tudja, hogy nem rosszul gondolkozik, ez tényleg így van. Én is voltam multivált, tehát hogy mérnökök vagyunk. Utaztam, marha jól éltem, ötös BMW-t vettek nekem, úgy éltem, mint Marci Jevesen. És egyszer az univerzum azt mondta, figyelj, erre te többre vagy képes. Ezt mondták nekem. De először leromboltak, lekokiztak, leromboltak, jött a stroke. És tényleg többre vagyok képes. Minden, amit itt megtanultam, az a mai énem szerves része. Ez a lényeg, hogy a magánvállalkozók viszik az eddig fel, hogy mondjam, halmozott tapasztalatokat, és arra építik ezt a szívbéli egyedi magánvállalkozást, amit az univerzum támogat. Igen, mondtad, hogy most már, ahogy téged idézzelek, hogy annyi minden jön, hogy egyszerűen csak egy van. Ugye, amit mondtál, hogy a túlélés, tehát a túlélés, a biztonságkeresés, tehát minden olyan dolog, és úgy akartam föltenni a kérdést, hogy ha az ember fölteszi azt a kérdést magának, hogy miért megy a multiba, és erre válaszol, akkor az pontosan azokat a válaszokat fogja kapni, amit megtagad magától. Tehát minden olyan dolgot, amire igen a vállal. Azért megyek a múltiz, mert pénzt fogok kapni. Azért, mert mind megtagadja. Mert ezeket valójában nem úgy kapja meg, amire ő érdemes lenne. És akkor megint, ahogy tőle tanultam, az érdemesség, a méltányosság, a méltóság. Tehát minden olyan dolog, ami a hierarchia csúcsán van, ő lehet, hogy magának ezt találta ki, mint magánvállalkozó, csak ő a cég vezetője, és az összes többi pedig csinálja csak neki, mint a kis hangyák, hordják össze neki a dolgokat, de soha nem lesz valóban szabad. És az a illúzió, amit most én úgy érzékelek a nagy cégeknél, képzeld el, kezdik bevezetni. Hogy mi azon gondolkoznak, hogy hogyan tarthatnak ott. Ezt csak azért mondom ilyen hangosan, hogyha valaki már ezzel találkozik a múltin belül, mint jelenséggel, hogy mit adjunk a munkavállalónak. Na, több pénzt. Nem, azt más is meg tudja adni. Na, adjunk kocsit, az is van. Adjunk laptopot, az is van. Húha, ez nem lesz jó. Akkor adjunk neki szabadság, többet. Hogy kreativitással legyen. Szóval elkezdtek gondolkodni a múltik is, de én azt gondolom, hogy ha mindezt már ott megérzékeli az ember a valódit, ahogy te mondtad, hogy fénygyúl a szívben, akkor rá fog jönni, hogy hol a helye, és hova kell Igen. tartani. Igen. Érdekes dolgokat mondtál, mert ugye én is, mikor Magyarországon ugye végeztem a Pataki István, ugye a híradásipari szakközépiskolát, és van egy rádió-tévé műszerészi képzettségem még Budapestről. Kijöttem Omcsiba, akkor azt szerint dolgoztam, jó sok pénzt kerestem, utána elmentem mérnöknek, a villamosmérnöki karra, és utána jött a multivilág. Addig magánvállalkozóknak dolgoztam, mert
a multik nem javítanak tévéket, meg Mások. tudod, ilyen dolgokat. És oda bele kell tenni, tényleg egy milliárd dolláros multi a világba, és akkor még messze nem volt ennyire evidens. Mások voltak az energiák. Akkor még valamilyen szinten büszke tudtam lenni, hogy itt vagyok. Igen. Akkor az emberiségem, az egyediségem az el volt ismerve. Nem volt minden ideális, mert azért ott is megvolt a maguk kontrollja. Ez a lényeg a régi rendszernek, ugye, a control system. Ezt David Icke nagyon szépen kifejtette, hogy a control systemnek nem az a célja, hogy téged szabaddá tegyenek. A Igen. Stuart Wilde is ezt mondta, hogy én nem azt akarok, hogy kis édes aranyos Leocki Péter szerelembe essel, és egy csodás, boldog család él. Nem, hanem adni egy kicsit a mézes Igen. madzag után egy kis koki, ha túl nagy a szája, és erre szólt, és ennek lesz vége. Az a lényeg, hogy igazán három fő ág volt, hogyha belegondolsz, amiben lehetett pénzt keresni a régi világban. Mérnök, az orvos, hogy mondjam, ugye orvosok, Egészségügyi. nővérek, és akkor a jog. Na most, aki nem ezekben a, vagy ebben a három úgy dimenzióban mozgott, az valamilyen szinten, tudod, nem volt anyagilag annyira sikeres. Te is jól kerestem, hogy mérnök, én is jól kerestem. Az a lényeg, hogy ez egy átmeneti recept volt, és működött, ameddig működött, és most nem fog többet működni. A multi-multi-multi, tehát a szuper nagy cégek, ezek szét fognak esni, mennek a maguk idősíkján tovább, mert ők nem emberpártiak, ez a lényeg. Körülbelül a maximum, ezt tudják, hogy mid-size, a mid-size ilyen középméretű vállalatok Köszönöm. fognak csak jönni, és ahol nekünk, vezetőknek, az emelkedőknek szerepe van és felelőssége van, hogy mi is munkáltatók leszünk. Csak a mi munkáltatottainknak teljesen másképp kell idomulni hozzánk, mert mi nem fogjuk elviselni, valaki unott pofával hozzánk bejöjjön. Mi adunk neki pénzt egy rossz teljesítményért, és akkor előbb-utóbb, ugye, ő majd valamikor megy tovább. Tehát nagyon felelőtlen volt az ember. Bármennyire bement a multiba, feladta a szabadságát, nem adta igazán önmagát, a vállalat rabolta őt, az ember rabolta a vállalatot, és kialakult egy csodálatos, egy rabszolgatartó, hogy mondjam, energetika. Ez az újföldön meg fog szűnni. Az új magánvállalkozó az mentálisan egyenes. Az új magánvállalkozót nem lehet megvezetni. Hozzám is jönnek rengetegen, hogy úgy szeretné megvenni a kurzusodat, de nincs rá pénzem, annak akkor vállalj meg egy Azért. másik munkát. És hogy mit csinálj? Én is voltam már szegény, és kiszálltam belőle, mert volt akaraterő. Nem másiktól akartam rabolni. Ez a lényeg. A régi világ neki tolvajkodott, lopcsalt, hazudott. És ezt nem is tudta, mert tudattalan volt. Ezt az új vezetőségnek, nekem, neked és az emelkedőknek, ezt nem tisztába kell lenni, és olyan felelősséget tenni a másikra, hogy én értem, hogy hol vagy. Én értem, hogy még nem tiszta a buksi, azt is értem, hogy bántottak, ezt ki kell takarítani. Ez a te felelősséged, ebben én vagy segítek, vagy más fog segíteni, de enélkül te nem fogsz egy jó munkatársammá válni, mert megbízhatatlan vagy. Na, ezt az emberek még nem hallották. És az történik, hogy te is ott vagy a kvantumkurzusomban, és akkor látod a tőtrauma, tő árnyvilágot, ezt mutatják most be nekünk az égiek. Az alkalmatlanság, a haszontalanság, ez a sok tunya mentális programnak a felszíne, a hozását mutatják be nekünk. Ezek nem bántások, ezek nem ítélkezések, ezek programok, amik minket futtattak, csak most, hogy az ego világát a felszíne hoztuk, látjuk, hogy tényleg egy mókuskerékben voltunk, egy őrlőmalomban voltunk, egy Turmix voltunk, és kik ezt a sok francos gépek kapcsolni. És csak úgy tudjuk kikapcsolni a magunkba ezeket a kihasználó, lopó, manipulatív, túlélő mintákat feloldjuk. Nem lehet az újföldre menni a régi mentalitásra. Igen, és ott ezt vállalni, és ezt tovább vállalni. Tehát én azt érzékelem, amit mondasz, amit talán itt a beszélgetés előtt beszéltünk, hogy volt ez az úgynevezett leállás. Ki hogy hívja, valaki C betűvel kezdi, és ovid a vége,
Én azt gondolom, hogy ez egy figyelmeztetés volt arra, és arra jöttek rá nagyon sokan, hogy olyan dologgal találkoztak a bezártság miatt, hogy uha, itt a családom, akkor velük kell legyek, van szabadidőm, van szabadságom, és elkezdett gondolkozni, hogy ha most én itthon lennék, mit csináljak. És erre ékes példája volt, ahol élsz, Amerika, azt mondták, hogy hú, de jó itt. Milyen rég voltam már itt. Milyen rég voltam én szabad. Akkor most kitalálom, hogy mit csináljak, és nem megyek vissza a múltiba. Tehát, hogy a folyamat az egy valóban szinergikusan megforduló dolog, de én azt gondolom, az elmúlt időszakban tőled tanulva, hogy ezt azért ennél többen meg kell tudni támogatni, sőt, nagyon sokkal kell megtámogatni, hogy ez tovább vihető legyen, úgy, hogy ezt valóban beérjen. Igen. 2020-tól, ugye, hogy bevettük a csillagmagok ezt a felgyorsított rávilágítást, nagyon sok minden cél, vagy nagyon sok célja volt ezeknek. Az egyik az, hogy mutassuk be, hogy igazándiból azok a multik, akik tolták a kötelező, ezt meg azt meg azt toltást, meg stb., ők nem emberpártiak. Ők nem a fénnyel vannak. Ők nem a javadat szolgálják. Ők nem érted vannak. Te feladtad a te szuverenitásodat, szabadságodat, stb., ők meg letámadtak, mert átadtuk a személyes erőnket egy olyan, hát ahogy említettem, gerinctelen megalkó kommunistáknak. Oké? Okay? Ezt kevesen tudták, most már egyre inkább evidens. És mit kérnek az égiek? Vállal be önmagad, mondj nemet, ennyi, mondjál nemet. Miért nem mondunk nemet? Hát, mert benne van a buksiba a csomó ellenkező, tudod, kifogás, mint program. Most az emberek, mikor ugye otthon maradtak, így a C19-es kódnév alatt, Kódnév alatt, igen. Igen, akkor ugye az is volt, hogy na, hello család, szevasz, nem is tudtam, hogy ennyien vagyunk. Igen is. Most is, hány gyerek van itt van? Pacsa Isten, te ki vagy, és mit teszel? Nincs is hol. És arra is rá akartak vezetni az égek, hogy figyelj, te nem is szereted a családot. Te az egész élet egy menekülés. Menekülsz a csapdába, a giotinba, ezekhez a sátáni jelzett csicskája vagy, és otthon meg az a mag, amit neked kéne tényleg szeretni nem berakni, az sincs rendben. Tehát az egész, ezért hívek invertált mátrixnak, mert minden az ellenkező volt. És akkor ezt mutatják meg, és ez persze egy fájdalmas felismerés sorozat, hogy ez se jó, ez se jó, ez se jó, ez se jó, de azért, mert a buksi nem jó, az elme. Oké? Okay? Csak akkor tőled ezt mondom, figyelj, persze, ezt nem könnyű otthagyni. Nekem se volt könnyű otthagyni a 100, kb. 140-150 ezeres állást. Az jó sok pénz. Az jó sok pénz. Jó sok pénz. És nagyon jól lehet belőle élni. Oké? Okay? Tehát ezt is én ott a hálistákból félretett pénzem. Bemenni a családba, bemenni a saját kapcsolatunkba, és ott tényleg átlátni, hogy azért itt is van egy cirkusz. Itt is vannak háborúk. És nem az a baj, hogy ezek vannak. Az volt a baj, hogy a mi meneküléseink mögött, az alstruktúrákban ugyanúgy rezegtük az elégedetlenséget, ugyanúgy rezegtük a támadásokat, a rabszolgasságokat, és teremtettünk egy olyan világot az alrezgéseinkkel, amit most bemutatnak nekünk. Ezt mondtam az egyedi videóban nemrégen, hogy ennek most le kell játszódnia. Tehát ez nem büntetés, ez nem az, hogy te kis hülye, humán, mit gondolt, te kis csak. Nem, le kell játszani, mert segítenek nekünk, de egyet kérnek. Ami eddig volt, és ha érintetlenül hagyjuk, nem éljük túl. Ez. Tehát a túlélésünk, amit mi a multitól vártunk, az halállal jár, mert akinek túlélési félelmei vannak, az belefogja magát egy halálszituációba kergetni. Tehát ez a nehéz az elme logikájában, hogy keressük a boldogságot, de nem tudjuk, hogy boldogság ellenesek vagyunk az elmémben. Keressük a biztonságot, és nem tudjuk, hogy a saját biztonságunk ellen döntünk napi szinten. Keressük a pénzt, és nem is tudjuk, hogy tele vagyunk pénz elutasítási programokkal. Mondjuk, hogy ugye ez nem nagyon igaz, mert képzeld el, Amcsiba csináltunk már jó pár évvel ezelőtt egy kurzust, az volt a neve, hogy The Ultimate Romance Reboot, és ezt betettem az Expert Coachbe, ezt a webináriumot. Ez házaspároknak, pároknak volt, hogy javítsák a kapcsolatot. Semmi érdeklődés nem volt. Okay. Ha nincsenek otthon, nem találkoznak, hát hogy? Persze.
Mert az ember annyira úgy volt programozva, hogy itt egy meleg hús darab, tudod, itt egy másik meleg, tudod, csak majd lesz, hogy lesz. Nincs szeretet, nem volt barátság, nem volt összekapcsolat, az egész igazándiból egy álca volt. És azt mondták az egyek, hogy oké, nem tudtad, amit nem tudtál, semmi gond, nézd csak meg. Te több vagy, mint ez. Ez a lényeg. Benne több erő van, mint ez. Ne a túlélésre fókuszálj, hanem az önmegnyilvánulásra, és fogadd el a forrást és a forrás által adott segítséget. Eszméletlenül jól fogsz élni. Egészséges lehetsz, de ne add át az erődet, a teremtő erődet ennek, meg ennek, meg ennek az alstruktúrának. Most két szó maradt meg bennem, a rezgés és a forrás. És elnézést a példáért, de ahogy a Föld rezgése emelkedik, és a kételkedőket megrázza, és tulajdonképpen lepotyog róla a munka által az a sok-sok-sok hulladék, és ahogy a Igen. Föld fölcsavarta, és fölforralja tulajdonképpen mindent, ez által is az emberek már azt érzik, hogy ez már tényleg fáj. Tehát amiben vagyunk, ez fáj, és jól Igen. érzik. Csak azt nem tudják, hogy ez a pozitív fájdalom, hogy most van itt az idő. Most akkor ugorják ki a fazékból, néz körbe, és indulj el arra, amerre éppen a rezgés egyébként szépen berezeg. És egy tapasztalatot, sok tapasztalatot, de egyet hadd osszak meg a nézőkkel, mert veled már most osztottam, hogy tényleg az van, ha én egyet oda teszek magamból az utamra, még egyet megkapok fentről. És ez mindig igaz. Én ezt saját magam tudom tapasztalni, hogy ha oda teszed, akkor Isten is megsegít, hogy aki ahogy akarja hívni. És ez csodálatos. Tehát ekkora Igen. támogatásban részesülni, úgymond most elnézést, kimondom ezt azok ingyen, hát azért legyünk őszinték, nem osztogatni csak úgy. De a Igen. munkát, amit elvégzünk, ez viszont fontos. Igen. Az ego elhitette velünk, hogy egyedül vagyunk, és nekünk kell dolgokat csinálni. Egy leredukált világban itt a másik embert néztük, hogy ki gazdagabb, ki erősebb, ki gyorsabb, és egy versengésbe mentünk át, és a versengésnek van egy nagyon érdekes pszichológiája. Amikor mi másokkal versengünk, és mindenki versenget mindenkivel, a testvérek versengenek a szülők figyelméért, szeretetéért, a párok versengenek egymás, hogy ki mondhatja ki a tutit, akkor a főnök verseng, a másik főnök, az egész egy cirkusz. Megmondom itt, mi a lényeg. Aki verseng, az támadja azt, akivel verseng. A támadó energiák vezettek ide, ehhez a gyűlölködő, tudod, fura világhoz. És azzal is jár a versengés, hogy nem magunkat adjuk. Nem azt mondjuk, hogy oké, te cirkuszolj, vagy legyél, aki vagy, te vagy az elefánt, én meg egy vagyok, egy puma. Te nagy vagy, erős vagy, én meg úgy futok, mint a villám. Tudod, miért vagy te elefánt? Tudod, a puma verseng, az elefánt, a ne verseny. Te egy más teremtés vagy, neked más a funkciót, neked más a képességed, Így van. és ezt nem tudtuk. És akkor az ember, ahogy versenget, de benne vannak az ipari versengések, a vállalati versengések, akkor a tudod, a nő a nővel, a férfi férfival, az történt, hogy előbb-utóbb valaki nyert. Oké, hát nézd csak, tudod, én jó fej vagyok. Na, aki nyer, ezt ünneplik, nem baj, viszont bűntudata lesz, mivel valakitől Ez leredukált. passzív. Így van. És akkor ezek azok a bújtatott egostruktúrák, mivel több millió van, ami nem tudjuk. Tehát ünnepeljük ezt, és ez biztos, hogy megérdemel valamilyen szintű, tudod, elismerés, meg ünneplést. De az A struktúrában az elkezd ez a burjánzó bűntudat, hogy na basszus, ezt bántottuk. És ez karma szerint visszajön, és akkor minket visznek le. Vagy tudod, akkor mi játsszuk majd el a vereséget, szenvedett. És azért mondom mindig, hogy az érmének két oldala van. Hogy oké, ünnepeld a jót, de integráld az ellenpólust, mert ha nem integrálod, azt a bújtatott ellenpólust meg fogod tapasztalni, és akkor csak nézel ki a kis buksiból, hogy most itt mi folyik. Az folyik itt, hogy a legtöbb ember nem volt hajlandó érteni és elfogadni, hogy minden gondolatnak, döntésnek következménye van. Na most hányra vettük? Több Felelősséget trillió. érte vállalni. Így van. Igen. Hát egyetem. És semmi gond, tehát tudod, én mindig mondom, hogy belemondom az emberek arcába, tudod, itt mert kell, mert túl sok ez a lagymatag, tudod, tejszínos franc, és ebben nincs megoldás. De az a lényeg, hogy
hogy ha ez nem működik, ez a multis világ, ha ez az energia, ez a rabszolgaság nem működik, lehet, hogy működik. Akkor tudod, semmi gond. De ha tényleg az ember magánvállalkozó akar lenni, el kell tudni engedni azt, ami nem megy, az elmén keresztül ezt a tisztánlátást, nagyon fontos szó, Tisztelet. le kell bontani metodikusan, precízen, fiúsan. Mi az, amit szeretnél, még mit szeretnél, Igen. és miért? Ez az értékrendfelezés. Rájön az ember, miközben tényleg jól csinál, hogy Atya Isten, rengeteg menekülési stratégiám van még itt. Ebből vissza fogom hozni a régi rendszerből nem kívánatost. És akkor erre szeretnék majd csinálni egy kurzust, meg tudod, tanítani, hogy van, ami van, tök jó, de ezt ki kell tisztítani, hogy ne hozzuk a rezgéseket a régi világból, és ne teremtsük újra azt, ami nem működik. Nekünk nem tesz jót, ez a lényeg. Ne teremtsünk olyat, ami nem tesz jót. Igen. És visszatérve a versengésre, ugye ahogy tanítod, ugye nagyon sok sportolóval is foglalkozok, és náluk egyre jobban kijön. Pont az előző, amit mondtál, ha valaki nyer, a legtöbbje veszít. Tehát azért mindig a több a vesztett, mint a vesztes, mint aki nyer. Igen. És ezt ugye copy-paste a multi világában, tehát a versengést bárhova be lehet fűzni, és ahogy nekünk tanítod, a versengés az mivel egyenlő, mit kompenzálok vele, nem vagyok elég jó. Na Nem most, vagyok ha elég innentől jó. kezdve nem vagyok elég jó, akkor egy idő után frusztrált leszek, abba hagyom, és elhiszem magamról, hogy az alma ellen a körtét akarom bemutatni, és közben a körte az körte. Tehát nem is kell Igen. versengem az almákkal szemben, mert én a körtében tökéletes vagyok. És talán ez az, amit tényleg ki kell tisztázni az embernek, hogy lássa, hogy ő kicsoda, és tényleg, hogy hova tart, de ne versengésbe. Ahogy mondtad, az úgy, de nem a versengés lesz, hanem az, hogy a közösségért Igen. adja mindenki azt, amit tud. És ez csodás. Tudod, igen, ez így van. És azért van az emberi rossz állapotban, mert ezek a tudattalan struktúrák, az ego, a bűntudata büntet minket a tudatlanságunkért. Igen. Okay. Na most, honnan jön a tudatosság? Hát meg kell tanulni. Tudod, azért vagyok én itt, azért mondom ilyen nyersen bele, bum, 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 tudod, hogy minden oké, okay, ébredj fel, készülve. A másik, ez a versengés, azaz azzal is jár, az ego nagyon bújtat egy nagyon fontos dolgot, hogy az a saját életcélunk ellen teremt. Igen. Aki verseng, az nem fog életcélt bevállalni tudni, az nem fog megtalálni az életcélját. Az igazándiból a saját életcélja ellen is verseng, és ez egy nagyon érdekes struktúra, csak az lényeg, hogy mikor az ember kicsit leül, ezeket meghallja, hátralép egy lépést, és hajlandó átgondolni, akkor lesz egy jó világ. Nem az a baj, ami van. Egy baj van, ha nem vagyunk hajlandóak ezen változtatni. És És az új magánvállalkozás, bocsánat, csak annyit, hogy megismétlem magam, hogy az új magánvállalkozóknak, a vezetőségnek ezt tudni kell. És kisegíteni az embereket ebből a túlélő, leredukált, értéktelen világból, maguk tartják magukat értéktelennek, azt szerint teremtenek, de tudod, az új vezetőség, te, én és mi az emelkedők, meg a csillagmagok, adjuk meg a többi csillagmagnak, többi embernek azt a lehetőséget, hogy kiszáll ezekből az ősi mintákból. És amit még ugye ide szoktál nekünk mondani, és ezért osszuk meg a többiekkel is, a báványozás. Hát amikor én azt báványozom, hogy oh, hát az a multi micsoda sok pénzt kap, micsoda autója van, tehát elkezdem magamat leredukálni a nullával, hogy ó, én csóró vagyok, én csak ilyen munkám van, hát én semmit nem érek. És innentől kezdve már a multi már rá is tette a kezét, behúzza, tudja, hogy ő lesz a kis rabszolgája, ő majd szépen fog dolgozni, de mutassuk neki a szépet, a pompát, a fantasztikust, és ő így szépen az energiát átadja, tölti belénk. Tehát hogy ezt a bálványozást, amit tudjuk, hogy jelen van az emberek túlnyomó többségében, hogy ezt hogyan bontsák le, hogy erre mondanám még egy-két dolgot. Igen, ez egy kvantumpszichológiai mélység, tehát itt több ezer réteg van, de mondok Igen, egy... nyilván csak Igen, egy-kettő. az ego bálványoz mindent, ami hülyeség.
Minden, ami istenállamlás. Most ezt mi nem tudjuk, mert jó érzéssel jár, mikor hülyeséget csinálunk, vagy hülyeségre gondolunk, vagy tudod, stb. Tehát ez egy De nehéz. kapunk érte jutalmat, ugye? Tehát Igen, kapunk érte igen. jutalmat, az tök jó, akkor még egyszer Tudod, megcsinálom. Persze. büszke vagyok arra, hogy itt meg ezt csináltam. Na most erre mondtam sokszor, de rengeteg alacsonyabb tudatosságú ember miatt engem tudod, megtámadott. Ne a búrácskából, meg a pocakból érezzél, hanem szívből. Más, ez a sensory feeling, ez meg feeling. Vigyázz a feelinggel, mert a feeling, ez a büszkeség, ez a bálványozásból, ez a, tud, majdnem egy ilyen torz, egy buta, hogy mondjuk büszkeség, ez a vesztünkhez vezet. Jó? Amikor az ember elméje tiszta, és a szíve meggyógyult, akkor átlát a világon. Na és az a lényeg, hogy az ego bálványozza a szenvedést, az ego bálványozza a halált. Az ego bálványozza a másik bántását, az önbántást, az ego bálványozza a szegénységet, az ego minden olyan bálványoz, csak ezt mi nem tudjuk, mert jó érzéssel Igen. jár, hogy tönkre teszi az ember életét. És erre mondtam, hogy írnak nekem, hogy hát én csak ennyit, meg ennyit keresek. Hát keresd, fohászkodj egy másik mesteret, nem a fekete ruháshoz, hanem a fényhez. Keresse kevésbé kapzsi Istent. Nincs van. Ne a izét, a szegénységet bálványozz, mert ugye itt is a hiedelemrendszer van, hogy mi a jó neked, vagy szegény. Hát az, hogy tudod, hogy felelőtlen, traumatizált, és nem hajlandó buksiát ki izélni, takarítani. Jó? Akkor. Ez a lényeg. Imádkozz az Istenhez, fogadtasd vissza magad, és bőségben fogsz élni, és tökéletes egészségben. Ennyire egyszerű. Az új földön nem lehet másképp beszélni, és gondolkodni, mint így. Ne szenvedj, az ego bálvány, szenvedj, jaj, sajnálj, ne sajnálj, szállj ki, ha kell segítség, itt vagyok. De tegyél valamit. Nincs van. Jó? Helyesen Tegyél tudja. magad Így van. valamit. Amit mondasz. Ugye eddig is, ahogy ugye a forrás meg a rezgés, tehát nem tud helyettünk beavatkozni senki. Viszont minden olyan jelet már lepakolt elénk, amiből a jó mentor tud olvastatni, hogy utána Igen. ezt megértse, és azt mondja, hogy ó, igen, wow, már megyek Igen. is. Ez a Figyelj. feladat. A mi teremtő, a testünk, a Szent Grál, az egy antennarendszer, egy teremtő szűrő. Itt a teljesség. Mindenben van. A fekete, a fehér, a sárga, a tudom, minden. Attól függően, hogy mi van itt az elménkben, a tudattalanunkban, úgy engedjük át magunkon keresztül, és Igen. szűrjük ezt, és ami megjelenik a mi életünkben, a mi testünkben és a külvilágunkban, az a mi szűrőink által lett úgy kiszűrve. Így Most nem van. mindegyik szép. Tök semmi gond. Nézd meg, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, és takaríts ki a te kis szűrőrendszeredet, az elmédet, és teremts jobbat. Tehát ezen a marha egyszerű hozzáállás, és ez lesz az új föld. Nincs az, hogy jaj, te kis hülye, elszúrtad. Nem, nem, senki nem hülye. Meg kell tudni ezeket az elmei programokat. Ez emiatt van, az amiatt van, ez a pár gondolat, meg ez az érzés kupac, ez ide vezet, ez tök jó, ezt megtartom, ez nem annyira jó, ezt megváltoztatom. És az ember nem volt hajlandó változtatni. Az ego világ az homeosztézisről, változatlanságról szól, Pont ezt ismétlés. akartam mondani, így van. Tehát azért mondtam, a történet azért ismétli, történelem azért ismétli magát, mert az elme ismétli magát, az ember nem változott. És akkor még van egy utolsó, aztán szerintem adtunk ki. Engedjük az embereket magánvállalkozáshoz, tudod, így van. Igen, hogy mikor magánvállalkozást teremt, vagy csinál egy ember, ne versengj mással, és merd azt adni talán, amit talán legjobban szégyeltél. Hú, ez nagyon jó. Mert ezt tanultad, nagyon jó. Nagyon meg Ezt, vagyunk ma, ezt, ezt, ma, egyenlítve. ezt mondd el még egyszer, mert eznek annyira nagyon megérintő az energia, ez nagyon jó. Tehát, hogy A legnagyobb bajunk, hogy az igazi isteni ajándékunk a legmélyebb traumáink alatt vannak. Én azért mondom, hogy trauma. Tudod, én persze egy életcél segítő, meg mester, meg az, meg vagy nem, azért mondom, hogy trauma, mert az ember azt hallja. A többit nem hallja, mert még el van temetve. Ha igazán boldog akarsz lenni, gyógyítsd meg magad, és add azt, ami neked a legnagyobb szégyent teremtett eddig. nagyon jó.
És aztán ebben benne van minden. Ha ezt az ember egy kicsit átgondolja, ráérez, hogy olyan csodálatos termékeket, üzeneteket tudunk ebből teremteni, hogy sorba fog mindenki állni. Nem kell hirdetni, meg trükkös marketing duma, hanem az emberek azt mondják, hogy ez igen, ez, és ez lesz az új világ. Nem kell marketing, nem kell, tudod, eladó, trükkös eladónak lenni. Szívből teremtesz, szívből reagál az univerzum. Úgy hoz minket össze. Ez csodás. Tehát ez így, hogy most így a végére így bezártad a keretet, így hallottam, hogy kattant is, és szerintem ezt mindenki, mint magánvállalkozói okiratot fölrakhatja a falára, és nézheti. Tehát, hogy ennél kifejezőbb, tisztábbat szerintem üzenetként nagyon nehéz átadni, és szerintem ennél itt le is zárhatjuk. És lehetünk is a magánvállalkozásunkra is folytatjuk benne a magunk kedvéért és a közösségért azt, amit én azt gondolom, hogy tényleg a szívből adjuk. Ezt szerintem, ha valaki most végignézi ezt, szerintem láthatja rajtunk, hogy ezt csillogó szemmel, nagy habitus energiával nem csak próbáltuk, hanem minden bizonnyal átmegy a képen, és ezt adtuk Igen. szívből. Tudod, ezt mondtam nektek többször belső körben, de most kimondom így a publikusság előtt is, hogy Uli, én és az a előre kiképzett kevés, mi voltunk a pionírok, mi voltunk az úttörők, mi kitapostuk ezt az utat, mi a dzsungelbe minket bevetettek és szadiztak, és nektek már nem kell. Sokkal egyszerűbb lesz nektek. Köszönjük is. És tudod, energetikailag is, meg úgy, hogy meg tudom, figyelj, vigyázz, ez nem jó, gyere, nézd csak, bum, bum, bum. És itt erre fókuszál, és így tör át az ember, tehát egy sokkal kevésbé fájdalmas, és egy sokkal egy élvezhetőbb folyamaton át válhat az ember szabaddá és teremtővé. És ahogy mondtad már, ugye elértük a kritikus tömeget is, tehát hogy nagyon-nagyon jó munkát végez mindenki. És ennek azt a óriási előnyét élvezhetjük, hogy vagytok. És hogy tanítotok minket, átadjátok a tudást. Óriási felelősség, ahogy te szoktad mondani, hogy nekünk meg azt, hogy ezt továbbadjuk úgy, ahogy tanítjátok nekünk. Én most itt tudom mondani mindenki, azt gondolom, hogy mindenki bízik bennem annyira, hogy mondhatom, hogy óriási hálával és köszönettel tartozunk nektek, és mint a jó apostolok, adjuk tovább az üzenetet, és visszük a hírét, amennyire csak tudjuk, és szívből természetesen. Én azt gondolom, hogy ha van még olyan gondolat, amit még magadból kiadnál, vagy föntről éppen le tudsz tölteni, azt oszd meg velünk, és szerintem akkor zárjuk is. Azok mindig úgy vettem észre, hogy nagyon megérintik a nézőket, ez jó. Mindig olyan kedvesen, annyira bátorítóan szólnak, és mivel a magánvállalkozás a téma, akkor mindjárt jön is egy pillanat. A magánvállalkozás az igazán semmi más, mint magánadás. Magadat adni, önmagadat adni torzítatlanul, elvárások nélkül, bűntudat nélkül, szégyen nélkül, és azt hiszem angolul kapom, without apologies, tehát elnézést kérés nélkül. Ez a bocs, hogy vagyok, erre nincs szükség. Vagy, és jó, hogy vagy, mert szükség van rád. A te szíved, a te egyedi teremtő erőd, a te egyéni kódod, ez az egyedi életkódod, ez az univerzális egységben ebben a harmonikus zenekarnak egy fontos hangszere. Ha ezt te megmered szólaltatni, egy hatalmas, csodás élményben lesz részed. Ha még nem mered megszólaltatni, kér segítséget, mert szükség van a te hangodra is. Köszönjük. Mi köszönjük. Ezt majd mindenki írja le. Mert hogy ezt szerintem be kell venni a dolgokba. Robi, nagyon-nagyon köszönöm ezt a mai alkalmat is, és legyen szép napod. Mindenki azt gondolom, hogyha most intuíciót kapott arra,
erőt, energiát kapott ebből a videóból, akkor azt hiszem, hogy sok magánvállalkozó fog most örülni annak, hogy kezdheti magát megvalósítani. Köszönöm szépen neked! Én is köszönöm neked, szia!